Ennek a korszaknak vannak ma is látható és ma is használható eredményei, illetve a csitári féle városfejlesztés nyomán bontakozott ki aztán a rendszerváltás utáni városfejlesztés, aminek az irányvonalát egyébként az önkormányzat a mai napig is követi. Csitári polgármesteri idejében nagyon fontos volt az, hogy ő például az ipar fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, és úgy gondolta, hogy az ipar betelepítésével, elsősorban a gyáripar székesfehérvári meghonosításával nem csak a lakosság szám növelhető, de gyakorlatilag Fehérvár is egy élhetőbb várossá válik, és hogy ennek a bevételi aztán később a kultúrára, illetve az egyéb jóléti intézkedésekre lesznek fordíthatók. Ugye ezt azért napjainkban is tapasztalhatjuk. A sétát a Rózsaligetben kezdtük, nem véletlenül a Csitári kútnál, hiszen a város polgármestere, aki egyben ugye a korszak névadója is, az ő tiszteletére nevezték el, hiszen az ő időszakában történt ez a felfedezés, ennek a vízforrásnak a felfedezése. Majd innen tovább folytattuk a sétát a szomszédos strand és uszoda épülete felé, aztán tovább mentünk a Bartók tér felé, hiszen a Bartók tér 30-as évek első, második felében alakult ki több bontás, illetve építés során. Az Országzászló téren folytattuk ezt a sétát, ahol szemtanúi lehettünk a mai átalakításoknak, mondhatjuk azt is, hogy részbeni visszaalakításoknak, és aztán a Várkörúton mentünk tovább, itt a villasornak a páratlan számú házsorát szemléltük meg, a sétát pedig a Prohászka ligetben fejeztük be, a Prohászka emlékműnél.